amikor rád raktam, akkor egyből egy nagyot szippancsál a levegőből. Jött a nagy szippantás. Sziasztok, itt vagyunk a Bolt Fesztiválon. Most azt fogjuk megnézni, hogy milyen hatással jár az, hogyha kigyullad a ház és az égőházból kellene füsttel telített folyosókon keresztül kimenekülni. Mielőtt a füstsátrat kipróbálnánk, mindenképpen védőeszközzel fogunk ellátni. Tűzőkészüléket fogunk most rá feladni, azt hiszem a hőmérséklet az elég meleg, tehát pluszba beöltözni nem lesz szükséges. Adni fogok rá egy tűzőkészüléket, úgyhogy próbáljuk is ki. Az a kérésem, hogy a maszkba először az álladat nyomd bele, utána lehet, hogy húzni fogom a hajad, nem azért van, mert harapsz. Az a kérésem, amikor rád raktam, akkor egyből egy nagyot szippancsál a levegőből. Jött a nagy szippantás. Így van, teljesen tökéletes. Minden megvolt, azt hiszem indulhatsz is akkor a felé. Rendben van, akkor megnézzük, milyen itt a füstelteli folyosón végig van még. Hát nagyjából semmit nem látok. Elég nehéz. Itt lógnak mindenféle tárgyak mellettem útközben. Hát nem szeretnék egy égőházba bekerülni. És igazság szerint nem látom, hogy merre kell menni. Nagyon... Hoppá, itt mindenféle hangeffektek is vannak. Eleve nehéz maga a légzőkészülék. Ráadásul a füst is ömlik befelé. Nem nagyon látom, hogy merre kell menni. A fal mellett tapogatózva tudok végig menni, és azt hiszem lassan látom a kijáratot. Hát nem irigylem a tűzoltókat, hogy nekik napról napra ezt kell átélniük, és ezt kell végig csináljuk. Miért leveszem, vegyél egy mély levegőt. Lazítom. Hány kilós ez a tartályét rajta? 20 körül van. Egyjából 20-30 körül, ha megvan. Amikor ti mentek be házakban, mekkora felszereléssel járjátok hát végig ezt az 40 kiló. Nem, az egész, tehát hogyha ha veszel ha csizmát, legyen. Légzőt, sisakot, védőruhát, teljes felszerelés, az 43 kiló. Tehát 40-43 kilóval kell végig mennetek egy olyan épületben, amiről azt se tudjátok, hogy merre van. Ez azért elég nagy kihívás. Nagyon izgalmas volt, köszönöm szépen nektek ezt az élményt. Hát reméljük ez élmény marad mindenkinek, és nem valós helyzetben kell ezt átélnie. Legközelebb egy másik videóval jelentkezünk. Sziasztok!